Én nyilván ismerem Csuti játékát, és azt, hogy otthon milyen teljesítmény szokott nyújtani. Ilyen Csuti nincsen. Csuti szabálytalan. Amúgy. Igen, ez egy sárga lap volt. Szívem, jó. Ne, Duna, touch me. Én bocs. Nem akartam hátba támadni az ellenfeleimet azzal, hogy gyakorlok, mert annyira jó vagyok. Curtis Atticus hisztizik végig, tehát már zöld gombon kész volt. Köpköd, már minden baja van. Köpköd, legalább! Nem nézek oda! Ha én verem meg Edina, hát a mérkőzés alatt biztos nem fog feszültséget okozni, mert már megszokta. Velem van a baj, szívem? Nem, veled van a baj, hagyjál. Ott van, és most jövünk vissza! A MOL Gamer Magyar Kupa lényege, felhőtlen fifázás nagy nyereményekért. 8 lelkes, de a videójátékokban változóan jártas sztár rutinos FIFA játékosokkal párban lép a virtuális pályára, hogy a kupa végén gazdára találjon számtalan Fresh Corner és EA-tel kibővített Xbox Game Pass ajándékcsomagok mellett az új generációs csúcskonzol, az Xbox Series X is. A hírességek és az ország legjobb, meghívott profi fifásai mellett egy több mint 1000 fős selejtező legjobb 4 versenyzőjével egészül ki a mezőny. Így minden csapat kellő húzóerővel indul neki a negyed döntőknek. Lássuk tehát az ágrajzot, hogyan vezet a csapatok útja a MOL Gamer Magyar Kupa döntőjéig. Az egyik oldalon BMX-es veterán a rapper ellen, YouTuber a luxus feleség ellen mérkőzik, míg a másik oldalon a nagyszájú ex-focisták és egy kiélezett családi belviszály vár mindenkire, aki velünk tart. A mai adás első sztár vendége Csuti, aki álmodni sem mert volna jobb párt maga mellé, mint a Fradi hivatalos FIFA játékosát, Gogetinho-t. Én azt gondolom, hogy két fradista, hogyha egyszerre játszik, egy csapatban szerepelnek, akkor nem lehet rossz a teljesítmény, úgyhogy nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Gogetinho lesz a csapattársam. Örültem neki, hogy Csutival kerültem össze, hallottam róla, hogy ő is nagy fradista, ezért ez így nagyon jó lesz. Én merem meg Edinát a mérkőzés alatt, biztos nem fog feszültséget okozni, mert hogyha külön csapatban vagyunk, akkor ő azért ezt már megszokta. Így is, hogy Edinával kerültünk össze, itt mi vagyunk az esélyesebbek. Neki is biztos, hogy egy picit jobb lesz, hogy nem kell majd folyamatosan azon izgulni, hogy én állandóan csóválom a fejem, csapkodom a joystickot, hogyha éppen nem oda passzol, vagy nem úgy csinálja, hogy én azt gondolom. Ugye ő nő létére iszonyatosan jól játszik a FIFA-n, de mindig nekem próbál megfelelni, úgyhogy szerintem most tök jó lesz, hogy picit le tudja dobni ezt a feszkót, és egy hivatalos e-sportolóval lehet majd egy csapatban. Egyáltalán nem félek attól, hogy Csuti hátráltatni fog, szerintem sokat játszott ezzel a játékkal, és végül is ez egy ilyen fantorna. Érdekes párosítás, hiszen Csuti, te Fradi szurkoló vagy már nagyon fiatal korod óta, Gogetinho pedig pont a Ferencvárosnak az e-sportolója. Így hát elég komoly előnybe vagytok, hiszen mondhatom azt, hogy egy futballnyelvet beszéltek. Hallottál-e már Csutiról, vagy ismersz-e valamit már a játék tudásából? Azt annyira nem tudom, hogy játszik. Olvastam interneten, videót láttam, hogy azért játszogatott sokat. A múltban, most már annyira nem, amióta gyermeke született, gyermekei születtek. Felkészültél, barátom, ez így kell, így kell. És Csutinálat, hogy áll akkor a FIFA? Mennyire volt pontos a leírás? Abszolút pontos volt a leírás, nyilván amatőr játékosként, apaként nyilván ez hobbi, viszont heti hobbi, tehát folyamatosan játszunk, amikor van rá lehetőség, és talán Gogetinho-nak azért lehet előnye mondjuk velem szemben a többi celebritás közül, hogy élettem a párja, mert hogy mi alapvetően is mindig otthon 2v2 vagy 2v1-et játszunk, mert hogyha átjön hozzánk valaki, akkor Edina is nagyon szeret játszani, és akkor én mindig vele vagyok, és ezáltal talán ezt a kettes párost jobban alkalmazzuk majd akkor is, amikor egy profi játékos van velem szemben. És nem, mintha Edina nem lenne profi, de hát nyilván más szint. Na már kezdődik a trestolk azért. És alapvetően volt már kontrolleltörés? Persze, meg tévébe dobás is volt, meg tévélerúgás is volt, meg cipő is landolt már tévében, úgyhogy sok tévét vettem. Sokszor mondják azt ugye, hogy aki az iskolában nem kap egyest, az nem is igazi tanuló. Valahogy így van a FIFA-val is, hogy aki soha nem tört kontroller FIFA miatt, az nem is igazi FIFA-s. Gogetinho, nálad hogy állnak a kontrollerek? Hát elfogyott egy pár. Ezért profi szinten ez picit érdekesebb, ott azért nagyobb a frusztráció, nem? Amikor tényleg nyomás alatt, vagy akár egy ligába játszol, ezt hogy tudjátok kezelni, hogy mégis hideg fejjel? Eleinte rosszabbul kezeltem, eleinte hetente fogytak a joystick kontrollerek. Már egyre jobban, mert azért elég drága is. Mert ott van szponzor, nem? És akár mikor eltöröm, akkor kapsz egy újat.
Hát ez is benne van, igen, de egyre jobban kezelem szerencsére. Egy profi egyébként mennyire ismeri, vagy mennyire kell neki felkészülni ezekből a FIFA bugokból, vagy feature-ökből? Tehát mennyire tudsz te mindent erről a játékról? Amit ki lehet használni a játékban, azokat érdemes megtanulni. Ahol két évvel ezelőtti FIFA-ban volt olyan beadásfajta, amiből mindig gólt lehetett fejelni. Elájulok. De hogy játszottam én eddig? Semmit nem tudok, úgy tűnik. Volt ugyanilyen kapáslövés is, hogyha derék magasságba ráívelted a játékosra, akkor berúgta mindig kapásból 30 méterről is. Szerintem itt egy új barátság fog születni, mert Csuti most jön rá, hogy a baráti körben hogy lesz verhetetlen, és innentől minden sörfogadást meg fog nyerni. Nagyon jól látod, tökéletesen látod. Egyeztetjük majd a címet, úgyhogy... Meg hát lehet, hogy mi egyébként nem csak ezt nyerjük meg, hanem nem tudom, elindul itt valami olyan páros, amivel nem tudom, egész Európában meg a világot lesöpörjük, akkor meg ugye most már hivatásból kell gyakorolnom. Igen. Tehát akkor otthon már se, Edina se tud majd mit mondani, mert hát szívem, hát megyünk az Európa-bajnokságra, megyünk, ez is a munkám. Csutiék ellenfele nem más, mint drága felesége Edina, aki a Hunas Masters első helyezettjével True Gunnerrel száll ringbe férje ellen, így parázsmeccsre lehet számítani. A neve ellenére nem tudom, hogy egyébként kivel leszek egy csapaton belül, de ettől függetlenül nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy valami, nem tudom, valami tényleg olyan gamer, aki mondjuk napi szinten nyomja a konzolt. Az első reakcióm az volt, amikor megtudtam, hogy Edina lesz a csapattársam, hogy gyorsan megnéztem, hogy mit írnak róla még egyszer, de úgy tűnik, hogy ő szokott játszani hobbi szinten, otthon, ráadásul 2v2-t, így úgy érzem, hogy nagyon jók lehetünk. Amikor megtudtam, hogy Csuti, vagyis a férjem lesz az ellenfelem, egy picit örültem, egy picit nem örültem, alapvetően mi otthon párban szoktunk játszani, úgyhogy igazából a versenynek ezen része abszolút nem fog akadályt eredményezni a számomra. Egy picit félek attól, mi van, ha jobb leszek, de nyilván ennek nagyon kevés esélye van. Szerintem mindenkinek furcsa lesz ez a 2v2, szerintem mindenkinek ugyanúgy hátrány és előny is egyben. Szerintem nem okozna feszültséget a férjem is az én kapcsolatomban az, hogyha esetleg én nyernék, bár sok esélyt nem látok rá, hiszen hát nyilván ismerem az ő játékát és az ügyességét, úgyhogy hát remélem, hogy most fogom pont lepipálni. Hát egyébként akkor az a jó hír, hogy egy abszolút profi és top versenyző van az oldaladon, szóval nem tudom, mennyire vagy nyugodt. Hát most már abszolút nyugodt, kezdhettük volna ezzel a beszélgetéssel ezt a napot, mert akkor azt gondoltam, hogy jaj, de jó, akkor így megérkeztem, de egyben sajnálom is szegényt, hogy hát nem tudom, hogy mennyire fogom őt hátráltatni. Reményeim szerint azért nem, de azért próbálok odafigyelni majd. Próbálsz csavarni a meccsen, készültél esetleg erre, hogy mennyivel kell másképp játszani, hogyha ketten játszatok? Hát teljesen más szerintem a 2v2, mint az 1v1, viszont taktikailag így külön nem nagyon lehet készülni, azt hiszem. Megpróbáljuk játszani, minél szebb futball, támadó futball, nyerni akarunk, többet rúgunk, mint az ellenfél, ez a lényeg. Ezt már szeretem, ez már úgy hangzott, mint valami NB1-es nyilatkozat. Alapvetően Edináról tudsz valamit így, láttad-e már játszani, készültetek picit? Hú, nem láttam játszani, elolvastam párszor még egyszer, hogy mit írnak róla, hogy mennyire ismeri a játékot, de bizakodó vagyok. Ugye egy elég érdekes párosítás lesz, hiszen Csuti ellen játszol. Igen. És volt már egy kis stress talk már itt az idefele vezető úton? Kicsit megkóstoltátok egymást, hogy ki lesz majd a jobb? Nem, de már most itt a helycserés támadásban, ugye amikor ők kifáradtak, mi pedig be már nézegettünk egymásra, sőt még le is vállalt, képzeld el. Hát akkor ezzel az előlekkel fordulunk rá erre a fordulóra, a kommentátor Gundel Takács Kábor, a szó a kommentátor állásé. Magam is nagy izgalommal várom ezt a mérkőzést, hiszen még sosem közvetítettem olyan futballmeccset, ahol egy férj és egy feleség csapott össze, és a meccs tétje, hogy lesz-e otthon vacsora, de félretéve a tréfát, Edina és párja True Gunner az Arzenállal lesznek, nyilvánvalóan True Gunner nevéből, az igazi ágyusból kiindulva választották ők az Arzenált, Edina sárgával, True Gunner pedig lilával fog majd játszani, az ellenfél Csutiék pedig a magyar válogatottat választották maguknak, Csuti pirossal játszik majd, és a párja Pochettino pedig kékkel szerepel majd, és mindez az Emirates stadionban, tehát az Arzenál stadionjában zajlik ez a mérkőzés. Csuti arcán látszik ugye a feszültség, tehát mindenki nagyon izgatott, hiszen nagyon komoly a mérkőzés tétje. A győztes egyébként a Babett Team, Good Like Team mérkőzés győztesével találkozik majd a legjobb négy között. És akkor jöhet a találkozó, az utolsó pacsik, és akkor csapjunk bele az első negyed döntő mérkőzésbe.
fehér felsőben, tehát az Arsenal és hát a magyar válogatott természetesen mindenki megismerheti. Támad az Arsenal, és egy gyors szerelés, Csuti nagyon szépen vette el a labdát Trugánertől, és már is indít. Edina szerzi vissza. Jól passzolgatnak. Sok múlik azon, hogy a kevésbé profi játékosok, vagy az amatőrök, hogy tudják a profiknak jól visszatenni a labdákat, hogy tudnak jól helyezkedni. Most például ez egy csodálatos összjáték. Trugáner törbe a 16-osa belőle, és már is 4 perc alatt vezetés szerez az Arsenal, azaz Kulcsár Edina és Trugáner. Hát ez nagyon gyorsan ment, de már is jön az ellentámadás. Gondolom egy kicsit lesápadt Csuti, hogy már ilyen hamar vezetnek. Trugáner nagyon szépen ment be a 16-osok belülre, de lássuk most, mit csinál az ellenfél, nem jutottak lövésig. Gogetinho próbálkozott Edina labdával, szépen passzol tovább. Igen, erről beszéltem, hogy ez nagyon fontos lesz, és ez a passza is jó Edinának. Megint Trugáner a labdával, most kell figyelni a védelemnek. Egyelőre ügyesek voltak, és nagyon szépen szeret Gogetinho. Csuti viszi föl a labdát. Na vajon ők hogy tudnak összejátszani, hogy passzolni? Hát sehogy, mert gyönyörű volt a szerelés Trugánertől. Na gyerünk Edina előre, remek összjáték. Jön az Arsenal 1-0-ás vezetésnél. Csuti már. Miért hátra a Csutikám? Hát elől van a kapu. Nagy szédítette a füvet, mert a környékén senki nem volt. Szép összjáték, Csuti, lassan lövőtávolság. Edina úgy leszerelte Csutit, mint bármelyik napon, amikor azt akarja, hogy az ő akarata érvényesüljön. Trugáner tovább, Edina. Akkor Trugáner Williennel van, akkor bajok vannak. Szép volt a szerelés. Miro Trugáner már az alapvonalnál, milyen lesz a beadás? Edina lő, lepattan a lövése, levágódik. Csuti védekezett jól. Jöhetnek a magyarok, de nem tudják kihozni a saját térfelükről a labdát. Edina vissza, szép összjáték. Megint a 16-oson belül 2-0. Baj van. A 17. Meg. Perc. Már, nézzék az arcokat. Hullám. Látsz, hullám is van. Színem, nagyszerű. Ne, Dunátácsony. Ne. Én vagy. Nem, ilyenkor nem szabad vigasztalni, jó? Tehát oké, hogy vezettek 2-0, de legalább ne vigasztalj, ha kérhetnélek. A férjek világszervezete nevében. Egyébként parádé és gólt lőtt megint Trugáner. 2-0. Kivégzés indul. Ez még várjuk. Kivégezt. Elájulok, úristen. Vigyázz meg, most letámadnak. Tudom. Honnan tudnád? Egy kis szócsata. Edina önbizalma hirtelen megnőtt. Ugye láthatjuk, hogy ki melyik színnel van. Na nézzük, 2-0 után föl tudnak állni Csutiék. Egyelőre még kapura sem tudtak lőni. És ez nem túl jó hír. Edina hozza be a labdát, remekül adja be. Ez nem sokan múlt. Ez a fejes most elég jól működik ebben a legújabb játékban. Nem tudta megtartani Csuti a labdát. Trugáner előre. Nézzük Edinát, mit csinál. Most ő van Williennel. Pepe a második gólszerzője. Szép összjáték, és sikerült kivédekezni, de már szabad rúgás kifelé. Dibusz a miénk kapujában, nem Gulácsi ezúttal. Visszaszereztet Trugáner, azt hittem, hogy Gogetinho élez, de valahogy itt elmélázott. Edina, szép játék megint. Jók a cselek, nem tudják leszerelni. Ott van Edina, és gól! Gól, de azt hiszem, hogy nem fogják megadni Les miatt. Csutinak még az hiányzik, hogy Edina is gólt lőjön. Valóban gólt lőtt, egy csodálatos sarkazás volt egyébként, de előtte Lesen tartózkodtak. Marad a 2-0. Fél idő derekán járunk, már pörögnek az események, mint a FIFA-ban mindig. Na nézzük Csutit ezúttal. Próbál betörni Gogetinho, és mi lesz a lövéssel? Semmi. Megint nem tudnak lövésig jutni. Nagy nehezen eljutnak valahogy a 16-osig, ha eljutnak. De aztán a lövés az sem, és látszik is a labdabirtoklás 63-37 Edináék javára. Nyomasztó fölény, és hát persze 2-0. Szép volt most Csutitól a becsúszás. Elvette Edinától a labdát, nézzük Gogetinho-t. De miért hátra? Csutikám, miért hátra? Na gyerünk előre, most már az ellenfél tér felén. Ez egy nagyszerű átadás volt. Gogetinho leviszi az alapvonalig, óriási cselek, ott a beadás, és fölé a fejes. Na, ez legalább már egy szép akció volt, Csuti fejelte rá,
De valamit mutattak, eljutottak egy kapura lövésig, fejelésig legalább, de nem változott az eredmény. Csuti sallaival, jó összjáték, most kéne még egy jó csel, de nem jó az irány, Csuti nem jó, ez viszont szép megoldás volt. És jó volt a szerelése Trugannernek. Szöglet. Érdekes változat. Nézzük a becsavarodó szögletet. Lénosz öklözi ki, nagyszerű. Nincs ismétlés egyelőre. És ez egészen biztosan az Arzenálé. 10 perccel a félidő vége előtt marad a 2-0. Na, mit csinál Trugander a kapussal? Uha. És aztán nagyon rosszul rúgta ki. Edina szerzi vissza, már-már bajban volt az Arzenál. Edina tovább. Edina és Csuti párharca ott, Edina leszereli Csutit, vagy elviszi mellett a labdát, jó a beadás. Trugannert rálövi, kipattan, Edina gól! Hát ezt nem hiszem el! Én rúgtam! Rúgta, igen, hol? Edina is betalált. Mi a szar? Csuti! Csuti, ne. Vége van ennek az embernek. Ó, tényleg van nehezítés. Én nem használom, jó? Annyi előnyt adok. Úristen, te hát azért ezt megkibáljuk mindjárt. Edina nem csak a pályán kegyetlen, hanem a dumában is kifacsarja Csutit. Egyébként csodálatos volt ez a gól. 3-0, döbbent magyar szurkolók a háttérben, de azt hiszem, hogy Csuti sem hisz a szemének. Az a baj, nagyon nagy probléma lesz a nap hátralévő részében nekem, hogyha a Csuti nem nyer. Hát ezt a kockázatot vállalt. Azt hiszem, Edina vállalni fogja ezt a kockázatot, élvezni fogja minden pillanatát. Gyönyörű szerelés, és újra jöhet az Arzenál. Hát igen komoly problémák vannak egyelőre a magyaroknál, azaz Csutinál és Gogetinyónál. Remek játék, megint átfűzik a védelmet, Trugannert adja be, és ezt Edina egy csuka fejessel sem tudta elérni. Nem volt még kint a labda, vissza lehet támadni. Csuti, az viszont kint van már, dobhat az Arzenál. Edina beközépre remekül vette észre. Trugannert befelé, ha menne. Milyen cseleket csinál, nem létező cseleket, azért rá könyökölt a konzolra. Na még egy akció talán belefér, egy perc lesz a hosszabbítás. Remek labda Csutinak a jobb oldalon, vissza tudja tenni, középre visszateszi, és fantasztikusan szerel Edina. És nagyjából itt lesz a félidő vége, így is van. Csuti minden várakozása ellenére 3-0-ra vezetnek Edináig. Mennyire vagy feszült? Elképesztő. Már milyen, mekkora a skála? Hát 100-as. 100.687. Izzad a tenyerem. De miben látod a problémát, Szivan? Hát azt, hogy nem dugunk kapura. Nincsenek helyzeteink. Nem tudom. Hát nekünk nincs miről beszélni, szerintem az eredmény magáért beszél. Az első fél idő katasztrofális a sikeredet. Egyszerűen nem találjuk az összhangot. Mit adtam erre Edinától, mégiscsak egy nő, vannak ilyen előítéletek, de nagyon jól játszik, meglepődtem rajta. Hát az első fél időt azt gondolom, hogy hát nem is értékelhetném jobban, tehát fantasztikus igazából. Edina teljesítménye nagyon meglepő volt számomra, kellemesen csalódtam. Nagyon jól összedolgozunk, remekül passzol, össze tudunk játszani, a kulcspasszok célbe érnek, a lövések bevennek, szerintem minden nem lett baj. Nagyon fontos lenne, hogy az elején találjunk még egy gólt. Rendbe kell tenni a védekezésünket, meg kell próbálni megnyomni a gombot. Megpróbálunk még jobban letámadni. A pánik gomb is benne van az opciók között. Én nyilván ismerem Csuti játékát, és azt, hogy otthon milyen teljesítmény szokott nyújtani. Nem tudom, én egyébként nagyon sajnálom, és egyébként titkom valahol szurkolok is neki, hogy egy picit így jobban ki tudjon bontakozni, és esetleg gólt is tudjon szerezni. Nem tervezzük, hogy használjuk a gombot a második fél időben, szerintem felesleges kockázat lenne. Ha a meccs közben a páros úgy érezné, hogy még sincs benne csapatában a győzelem, élhet a büntető gombbal. Ez jó esetben az ellenfél profi játékosát a képernyőnek háttal fordítja, ezzel némi előny biztosítva. Érdemes azonban kétszer is megfontolni, mielőtt bárki a karfára csapna. A büntető gomb ugyanis aljas jószág. Előfordulhat, hogy a használóját bünteti, azaz a gombra rátenyerelő páros tagját fordítja el, ezzel tovább rontva a győzelmi esélyeket. Na lássuk akkor tehát.
hogy Csutiék használják-e a gombot, és tudnak-e legalább 3 gólt lőni, ahogy ugye az ellenfél tudott, nekik is megvan erre a lehetőségük, csak hát sokkal-sokkal hatékonyabban kéne játszani, például kapura kéne tudni lőni, de megint a 16-os előterében elveszítik a labdát. Húha, Pepe hátra felé, vagy ne, ügyetlenül, nem hátra felé, de simán odaadta, elmehetett volna. Egyszerűen elakadnak a támadások a 16-os előterében. Na nézzük, nagyon széthúzódott a mezőny. Remekül passzolgatnak Edináék. Edina leviszi oldalra, öli az időt is, csinál egy fantasztikus cselt. Truganner, az lassan lövő távolság. Edina el is lövi, Dibusznak kellett védenie. Gyorsan megadhatták volna kegyelem döfést a második félidő elején, de most nézzük ezt a szögletet. Edina fogja beívelni. Nem túl jó helyre, sőt csak pirosak voltak ott. És most kontrázhatnak Csutiék. Csak hát Csuti eladja a labdát, Truganner leszerelte. Csuti szabálytalan, Csuti ne veszítsd el a fejed, nagyon szépen kérem. Igen, ez egy sárga alatt volt. Meg egy óriási fújtatás és a pánik gomb. Na, most villog a lámpa, vajon melyik fél profi játékosának kell hátat fordítani? Ez komoly? Ez komoly? Ilyen nincsen, amúgy. És mégis van öngól, Gogetinho-nak kell hátat fordítani, azaz ő is játszhat, csak Csutinak kell mondani, hogy mit csináljon. Passz lefele. Ja. Most várjál, most én zavartam passz, magam. Pici passz, pici passz. Ne beszélj, légy szív. Hagyd, amit akarok. Jaj, elindítottam. De fontos, hogy Csuti irányítsa az ellenfele, vagy a párját, csak egyelőre nincs náluk a labda. Passz, pici passz, igen. Ugye a kék Gogetinho, tehát most nem látja. Igen, és nagyon nehéz, hogy hova passzolja. És új Dibusznak kellett nagyot védenie. Semmi. Igen, honnan, időt honnan tudjuk? Majd mindjárt letelik. Dibusz védett, megint óriásit. Most passz. Igen, hát azt. Igen, ez nagyon fontos lenne, hát persze ez nincsenek hozzászokva játékos, úgyhogy hogy kell instruálni a másikat. Passz, oké, de hova? Ne, most ne nyomkodj. Na, Werner próbál lövőhelyet keresni, és visszafordulhatott Gogetinho, de még ott a lövés, Dibusz megint. És Gogetinho most már látja, hogy hova kell passzolni, hát átvészelték, de hát 3 nagyon nagy kapusvédés kellett ahhoz, hogy ne legyen újabb gól, maradjon a 3-0, csak közben eltelt megint egy negyed óra a második félidőből. Ott a beadás középre, és megint Dibusznak kell hárítania. Szűk fél órájuk van Csutiéknak, hogy legalább 3-at lőjenek. És akár itt lehet az első óriási kiugratás, ez nem volt les. Gogetinho viszi a labdát, és be is lövi. Ott van, és most jövünk vissza! És Csuti ebben reménykedik, igen, hogy most jönnek vissza. Szépítettek 3-1, az első igazán épkézláb támadásuk volt, és Gogetinho belőtte. 3-1 tehát. Újra kezd izgalmassá válni a mérkőzés. Tudják ezúttal megtartani, aztán visszaszerzik a labdát. Székse volt Gogetinho-tól. Rossz a visszagurítás Csutitól, nem lesz lövés a vége. Ott az újabb lövés, a fantasztikus védés volt. Gogetinho lőtt megint, majdnem 3-2 lett. Az Arzenál kapusának kellett hárítania. Nézzük közben az órát is, ugye, hogy mennyi van még hátra a meccsből, de nagyon sok. Dobhat az Arzenál. Fölélénkült egyértelműen a Csuti és Gogetinho féle magyar csapat, Salai a 16-oson belül, és Truganner tud szerelni, ez nagyon kellett, mert nagyon veszélyes volt, ott van az újabb lehetőség, Gogetinho ellövi, nagyon rosszul középre, vagy inkább könnyű volt hárítani, továbbra is 3-1, de megvannak most már a lehetőségei a Csuti féle magyar csapatnak. Edina kőkeményen elfejelte. Truganner, ott el lehet menni jobb oldalon. Jó a beadás, Edina középen, Edina visszagurítja, és ott a gól. Már azt hittem, hogy nagyon kisodródik Truganner, de még onnan be tudta rúgni azt a szempillantást, meg ezt a pillantást. Húha, ha szemek beszélni tudnának, akkor ez egy erősen korhatáros műsor lenne. Velem van a baj, szívem? Nem, veled van a baj, hagyjál már. Edina nagyon aranyosan, de nagyon gonosz a saját férjével szétszedi. Mi lesz itt ma még? Azt kéne közvetíteni, ahogy ez a napjuk telik, de hát természetesen nem vagyunk indiszkrétek. 4-1 az Arzenál javára.
És már-már úgy volt, hogy visszajönnek, csak hát kihagyták a helyzeteket. Csutiék, és ahelyett, hogy 3-2, esetleg 3-3 lett volna, 4-1. De még mindig van idő, igaz, már csak negyed óra a mérkőzés időből. De az Arzenálnál van a labda, ügyesen passzolnak továbbra is. Edina a bal szélen. Ez is egy remek beadás. Trugander leveszi, ez már egy kicsit nagyvonalú volt. Aztán egy csodálatos sarkazás, Dibusz fekszik, és elrúgják mellette a labdát. Marad a 4-1, de szöglet. És amíg az Arzenálnál van a labda, addig nem kell aggódniuk. Jön a beadás. Szépen fejelte ki a labdát Gogetinho. Trugander szerzi vissza, de Lesről jött. Így van, Les volt. Na lássuk az Arzenál gyakorlatilag. Most már minden támadásból gólt kéne lőni. Csuti tovább, eddig jó, csak át kéne menni a másik térfélre, csak nem ilyen passzokkal. Les volt ez is. Csuti. Nem jó, nem jók a passzaik, nincs folyamatos összjáték, nagyon hamar és nagyon könnyen elveszítik a labdákat. Kicsit úgy érzem, hogy pszichésen megtörtek. Ebben persze Edina szempillantás és én pici kis félmondata is gazdagon benne vannak persze. Csuti vérnyomása valószínűleg egy ilyen krízis határon van. Ez is Les. Ebből a támadásból sem lett gól. Még mindig 4-1, és egyre kevesebb a remény, hogy Csutiék tovább jussanak. Új, de csúnya falt volt Csutitól. Nem, hát csak én láttam annak, a bíró nem. Csuti. Hú, micsoda cselek, de aztán elveszíti a végén. Edina. Edina. Edina, mit csinálod? Miért nem passzolod el, Edina? Aztán fölrúgják a kapust mellé. Hát mi volt ez? Végül is kimaradt. Edina minden hangszeren bosszantja az ellenfelet. Szép előre passz. És ez is jó kiugratás, nem volt Les, mehet Rugarner, és mit csinál? Egy oxival fölszedi, és mellé megy a labda. Talán még Dibusszal bele tudtak én, így van, mert szöglet lett. Húha, nem is tudom, van-e ilyen gomb, hogy kell ezt nyomni az oxit. És mekkora védés volt megint. Újabb szöglet, ez már a 90. perc. 3 gól a különbség. És még egy lövés, ez is Dibuszé. De hát már a hosszabbításban vagyunk. Gyakorlatilag eldőlt a meccs. Talán még egy szépség tapaszt belefér Csutiéknak, de hát megint eladják a labdát. Megint eladják a labdát, ez Les. Tehát mit bánják azt Edináék. Pedig óriási Les volt, lehet, hogy futbolista mindig reklamál természetesen. És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Edina és Trugarner 4-1 arányban megnyerik a mérkőzést Csutival és Gogetinhoval szemben. Sportszerű pacsi, megtartjuk a berendezéseket. És megvan a verseny első igazán nagy meglepetése. Kulcsár Edina játszhat tovább, Csuti pedig otthonról kell, hogy nézze mindezt. Hát, hölgyeim és uraim, ilyen ez a MOL Gamer Kupa. Tulajdonképpen egy játék, és mégis milyen fontos a győzelem, és milyen érzelmeket tud generálni. Mi csak mosolygunk, a Csutiék majd megbeszélik, de a lényeg az, hogy Edináik jutottak tovább. Köszönöm szépen, Gábor. Megérkeztek a versenyzők a stúdióba. Csuti, látom az arcodon, hogy azért ez a 4-1 nem esett jól, meg most már az asztalon is halljuk. Nem. Hogy élted ezt meg? Katasztrofálisan. Mi volt az, ami nem működött? Nem igazán voltak helyzeteink. Ami volt, az kimaradt. Tehát ez a gomnyomás is, ne haragudj, tehát elmondott te is, hogy 80-20-ba általában az ellenfél. Hát természetesen mi akkor abban a helyzetben 3-0-nál, vagy 3-1-nél, sajnálom természetesen nálunk jön elő az a 20, de hát nyilván lehetne sok mindenre fogni. Alapvetően szerintem a legnagyobb probléma az volt, hogy nem feltétlenül éreztünk mi rá erre itt az első meccsünk alkalmával, hogy együtt vagyunk egy csapatban. Nagyon könnyen átjöttek a középpályán, nagyon könnyen megcsinálta Dani az egy-egyeket, bármelyikünk is védekezett vele szemben. Ott lényegében bement minden, nálunk meg nem. Szerintem összességében ennyi volt a probléma. Zsugatinho nálad? Láttam, hogy azért próbálkoztatok, csináltatok a cseleket, de valahogy mikor egymással találkoztatok, akkor valahogy nem sikerült az 50-50-ből jól kijönni. Valahogy nem, tényleg. Próbálkoztam mindennel. Egymással, amikor játszunk, akkor az szokott lenni, hogy próbálok kettő az egyenlő szituációkat kialakítani,
itt az nem sikerült. Na, tényleg az lehetett a gond, hogy még nem szoktunk össze. Óriási mosollyal játszott el egész végig. És azt mondtad, hogy relatíve keveset fifázol, ehhez képest én néztem a mérkőzést, egy-két olyan labdát kaptál tőle, ahol neked már csak annyi dolgod volt konkrétan, hogy kapust elfektest. Hát háromnál már azért megpróbáltál egy szép átívelést is, meg egy rainbow-t, tehát azért annyira nem tiszteltet. Nem, ez nem a tisztelet, természetesen maximális a tisztelet, csak próbáltam színezni. Így 3-0-nál meg ugye nem is volt akkor a nagy kockázat benne. Bár láttunk már innen elbukott meccset, szóval azért 3-1-nél kicsit visszabb kellett venni. De te nagyon koncentráltál, de emellett viszont nagyon relaxált voltál, amikor már elkezdődött a mérkőzés. Ennyire jó hatása volt, tehát, hogy tudtad ki a párod? Lehet, hogy igen, ez az előinterjú, ez jót tett, amikor tudtam, hogy nem tudom milyen mi volt ez, amiben első, mindegy, tök mindegy, első mindenben, neve, most mondjuk azt. Ja, szóval, hát hogy... micsoda? Mi ilyen eredményeid vannak? Neki nem hát a UNESZ bajnokságban ő valóban az topon zárt, szóval mondjuk azért Gogetinyónak is vannak remek eredményei, szóval... Ő jobb játékos amúgy, mint én, azt leszögezném. Goga. Látod? Nagyon sportszerű. Tehát, hogy... Mit? Na te viszont, ebből mit szűrtél? Engem kérdeztek most. Én is téged kérdezem. Szóval akkor mi viszont nagyon hamar összeszaktunk, úgy éreztem. Az elején nagyon gyorsan születtek a gólok, az mint hogyha picit megfogott volna titeket is. Hát az melyik csapatot nem fogja meg, mikor 15 perc után 2-0? Igen. Az mindenkit megfog. Még szerintem a profi gamert is megfogja. És persze gondolom, hogy meg lett volna bizonyos skillek a kezében, hogy jó, mit akar csinálni, hát ugye ott vagyok én is, mert 2-2-ben játszunk, hát az nagyon nehéz. Ráadásul itt látjuk a meccsünknek az összefoglalóját, teljesen volt lesz természetesen. Igen, szokták mondani, ugye a fociban volt egy híres dél-amerikai edző, ki mondta, hogy az, hogy mi történt ma, az már senkit sem érdekel, tegnapról nem is beszélve. És hát igazából ezzel zárnánk ezt a mérkőzést, és érkezik majd a következő forduló, meglátjuk, hogy ott a sztárok és az e-sportolók hogy teljesítenek, és reméljük, hogy hasonlóan átitatott érzelmekkel dúsított mérkőzést fogunk majd látni. Érkezik a virtuális pályára Medgyes Dávid, profi partnere pedig nem más, mint a 2018-as V4 Future Sports Festival első helyezettje, Gabinho. Mindenképpen szerettem volna, hogy Curtis legyen az ellenfelem, ezért hát Dáviddal volt egy kis nézeteltérésünk, és most kint pihen a kocsiba, de tettem ki neki vizet meg kaját, csak nem tudja megenni, mert le van ragasztva a szája, de majd meccs után majd segítek neki. Hogyha tovább jutunk, akkor a tudomásom szerint ugyanúgy Medgyessel fogom folytatni. Így körülnéztem, mondom, hogy azért tehát ezeket a gamereket én annyira nem nagyon ismerem, tehát biztos nagyon, a saját kultúrkörükben nagyon-nagyon elismert srácok. Én örülök annak, hogy Zolival vagyok, mert hát itt az utóbbi egy órában sikerült megtapasztalni, hogy hát egy hatalmas forma. Többiekkel meg úgy, hogy párki ellen játszom. Csuti ellen már nem tudok játszani, ugye, mert ő kiesett. Mondjuk, hát ezzel a névvel nem is lehet tovább jutni. Az eredmények alapján valóban én vagyok a legjobb az itteni mezőnyben, de hát nyilván azért most ez egy teljesen más légkör így, hogy a sztárokkal kell játszanunk 2v2 módban. Hogy esélytelenek nyugalmával jövök, de viszont legalább szép vagyok. Gabinho, illetve Medgyes Dávid, aki nagyon kigazdásodott. Zoli, mesélj már erről, mert hogy történt ez? Ez úgy történt, hogy volt egy kis, a Gabinyának az előző játékos társával volt egy kis összetűzésem, és most kimon az autóba. Mert a melledet döngötve a dupla esély szóval érkeztél ide. Dupla esély, és dupla vereség is lett belőle, de dupla győzelem is. És akkor mi van? Viszont itt van velünk Gabinho, aki mondhatom azt, hogy megírta a FIFA álomsztorit, hiszen az első versenyét megnyerte a V4-es Future Festen, ráadásul tette ezt úgy, hogy ez volt Magyarországon a legnagyobb pénzdíjas FIFA kupa. Milyen érzés volt neked oda eljutni a döntőbe, főleg így első áldozóként? Hát ez fenomenális érzés volt, szinte mai napig nem tudom visszaidézni azokat a pillanatokat, amiket részegült? Ott... Hát... Nem lehetett, de a amúgy... sikertől megrészegült, az biztos. Azt is mondtad, hogy nagyjából ez indította igazán a FIFA karrieredet. Hogy áll ez most? Hát tavaly ugye az Ajax e-sport csapatát erősítettem, viszont ez a szezon az nem sikerült annyira jól, mint amennyire szerettem volna. Így most idén a Debrecen színeiben próbálkozok. Zoli, a te részedről a FIFA mit képvisel az életedben?
Egy kiváló szórakozás, én azt gondolom, hogy mi összeszoktunk jönni rengeteg barátokkal, és játszunk, de hát nálunk azért nem olyan nagyon magas színvonalú játék, mint a srácoknál, gondolom, azért itt nagyon komoly szintkülönbségek vannak, de nálunk nem erőszak, tehát nálunk tényleg arról szól, hogy szórakozunk, tök jól érezzük magunkat, és díliben mindenki a kedvenc csapatával játszik egymással, és akkor nagy fogadások vannak, zrikálás, nyilván, amiről szól az egész dolog. És egy nagyon érdekes váltás is történik, ugye, hiszen Csuti és Gógetinho is teljes szívből a Fradinak szurkol. Viszont te ugye Újpest szurkoló vagy. Igen. És ellenfeled Körtis is Újpest szurkoló. Ez nagyon szóval jó. Szóval most egymásnak nem feszül. Nem lesz verekedés a teremben. Az biztos, egymásnak feszül a lila szív is. Igen. És meglátjuk, hogy melyik őtöknek sikerül ezt jobban teljesíteni. Gabinyót egyébként melyik csapatnak szurkolsz? Én hát Angliában a Chelsea-nek, és hát így itthon így nem nagyon. Hát mondjuk ez foci stílus választja szerintem most már inkább a kedvenc csapatot. Ez egyébként, ez a típusú játék, ez az angol keménykedés, odalépünk, ívelgetés, ez meglátszik a FIFA-ban, vagy ennyire azért nincs közel a valósághoz a játék? Azért már a manapságban az angol, tehát ha megnézzünk egy Premier League mérkőzést, azért ez már teljesen másról szól. Inkább ez a felívelgetős 4-4-2-s foci, amit régen játszottak az angolok, az inkább az alsóbb, inkább másod, harmad, negyed osztályokban vannak azért. Hát azt gondolom, nagyon erős lesz a párosotok, főleg azért, mert ugye Zoli, biztos vagyok benne, nem csak a kontrollert fogod jól forgatni, hanem azért oda-oda szólsz majd, tehát egy rendkívül érdekes mérkőzés elé fogunk nézni. És hát nézzük akkor a másik csapatot is. Az utolsó sztárunk a mai adásban egyenesen az újpesti grundokról Körtis, akit a több mint 1000 fős online selejtezőből bejutott Simon fog erősíteni. 98 óta játszok FIFA-val, már PlayStation 1-en is játszottam vele. Az, hogy én most nem játszottam most az elmúlt pár hétben, az igazából csak azért van, hogy nem akartam hátba támadni az ellenfeleimet azzal, hogy gyakorlok, mert annyira jó vagyok. Megtisztelőnek érzem, hogy már alapból itt lehetek, tehát 1000 játékos közül bejutottam ide a top 4-ba selejtezni, és most a profikkal kiegészül a top 8-ba. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Körtisszel leszek párban, már amikor megtudtam, hogy kik lesznek a hírességek, már akkor is örültem volna, hogyha Körtisszel, illetve a Gangsta Zulival leszek. A csapattársam konkrétan Polszkhoz, legalábbis külsőre úgy néz ki, a Simon. Bízom benne, hogy a játéktudása a FIFA-ban is olyan, mint Paul Scholesnak a Manchester United-ban annó. Igazából úgy gondolom, hogy nyomás alatt tudok teljesíteni. Döntőbe tovább jutnánk, akkor mindenképpen a Babettal szeretném összemérni tudásomat. Igaz, nem a pályán, és nem a FIFA-ban. Körtis, neked mi a kapcsolatod a FIFA-val? Azt tudjuk, hogy neked van egy jó labdarúgó múltad, van egy pár NB1-es meccsed is, szóval azért a foci az alapvetően már közel áll a szívedhez. Igen, de ha őszinte akarok lenni, akkor a FIFA jobban ment, mint a foci. Nem véletlenül, hogy nagyon komoly, abban kell nézzek, 6 darab meccsem van NB1-ben, nyilvánvalóan aranylabdára nem jelöltek. A FIFA az jobban megy. És a barátok között mennyire elszámítasz jónak? A barátok között? Az a baj, hogy a mi játékunk, amit mi csinálunk, az nem éppen a játékra van kihegyezve. Szóval nem az van előtérbe helyezve, hogy ott a játék jó legyen, hanem hát különböző divatos külföldi italok és egyéb más italoknak a minél több mérhetetlen bevitele. Ahogy már mondtam, Körtis szíve is lila, te is erősen kötődsz az Újpesthez, te most el fog dőlni, hogy igazából ki a komolyabb szurkoló, fogalmazzuk így. Minden rendes, dolgos magyar család, minden dolgos magyar, rendes magyar ember az Újpest szurkoló. Mindig az elnyomottak, a külvárosiak, azok, akik tényleg azért vannak, hogy jobb legyen a gazdaság, jobb legyen az országnak, azok mind Újpest szurkolók. És Simon, neked van valamilyen focis múltad egyébként? Persze, én fociztam, vagy focizok is most már csak. De Paul Scholes, a Manchester United volt játékosa, ne viccelj, nem ismered? United a kedvenc csapatom, szóval élő legenda. Akkor most azért kicsit viharos idők járnak arra fele. Hát igen, mostában nem nagyon szeretünk ünnepelni, de reméljük, hogy most Szócsára megfordul és sínre kerülünk. És magad a FIFA az hogy került szóba először? Azt mondtad, hogy testvéreddel játszottatok. Igen, igen, hát mi nem 97-98-ba kezdtük, ugye én akkor születtem. 2005-tel játszottunk először, de akkor még PC-n. Testvéremmel ketten billentyűzeten. És mi az, ami átkattintotta benned, hogy ezzel gyakorlatilag sportszerűen foglalkozzál? Mert azért te már magasabb szinten üzöd, mint hogyha azt mondom, hogy átlagos gamer. Szerencsém volt csak, én mindig ezt mondom. Hát a legnagyobbak is. Ne szerénykedj a győztes csapatban, nyugodtan.
Fürdősz fényembe is, mondd el, igen, ő a legjobb ezért. Mert ugye tudjuk azt, hogy Gabinho-nak a karrierje fölfeleivel pont mondta is, hogy kezd visszatérni, és te ugye ezt a, tulajdonképpen testközelből látod, hiszen azért a FIFA élmezőnye Magyarországon elég jó rálátása van egymásra. Hát igen, itt az ideje, hogy lefelé menjen a karrierje. Na végre, látod? Hát fölébredt a barátom. Én nem is tudnék más végszót mondani. Szó a kommentátorálásé. Ezen a mérkőzésen is komoly izgalmak várhatók, és ráadásul a Duma faktor is nyilvánvalóan meg lesz, se Curtis-t, se Gangsta Zolit nem kell azt hiszem félteni. Kis Duma itt, kis Duma ott. Lényeg az, hogy Újpest győzelem legyen, de hát ugye ebben ők már egészen biztosan kiegyeztek. Szóval jöjjön egy összecsapás az Atletico Madrid és az Inter csapatai között. Az Atletico Madrid természetesen Gangsta Zoli, aki lilával lesz, és az ő párja Gabinho pirosban, aki a Hunes második helyezettjeként került profi játékosként ebbe a versenybe. Az ellenfél az Inter, Curtis kékkel lesz majd, aki már FIFA 98 óta játszik, és Simon lesz a csapattárs, aki sárgával szerepel majd, ő a FIFA 05-tel kezdte, tehát egy kicsit fiatalabb. Szóval Atletico Madrid-Inter összecsapás, és ne felejtsük el, hogy Gangsta Zolit most tulajdonképpen Meggyes Dávid helyett játszik, tehát őt képviseli, ha győz, akkor őt fogja tovább juttatni, de hát azért nyilván majd az Rika részét is ő viszi el Dávid helyett, hogyha esetleg győznek Curtis-ék ellen. Lássuk tehát mind a két csapat a hagyományos szerelésében, a matracosok az Atletico Madrid, és a kék-feketék, a milánói alakulat az Inter tehát, és Curtis van kékkel, ugye Simon sárgával. Curtis passzolt ki oldalra. Fantasztikus cselek, csak így a bemutató kedvéért az elején. Simon mehet el a bal szélen, csodálatos volt a becsúszás Gabinho-tól. Ő egyébként az első versenyén a V&A Future Sport Fesztiválon első lett, tehát függetlenül attól, hogy most Hunes második, azért az egyik legjobb magyar játékosnak számít mindenféleképpen. Remek bepassz! De aztán kihagyja Curtis a végén, vagy Alexis Sánchez. Szerintem, ha kihagyják Alexis Sánchez, ha belövik, akkor Curtis, ez így nyilvánvaló, egyértelmű. Nézzük a kirúgást. Kemény belőtt passz, gyönyörűen veszi át Simon, 16-oson belül már, és imponáló módon szerelnek, Gabinho hozta el végül a labdát, de Gangsta kezdte a szerelést, és egy kiugratás, de ez egy kicsit túl bátor volt, ott a hazaadás. Andanovic miket csinál, mint életébe se. Szép volt, ahogy visszaszerezte a labdát Gabinho. Érkezik-e belül Gangsta? Érkezett volna, csak nem volt jó a bepassz. Szép volt a védés. Ott azért elég kockázatos passzok meg megoldások voltak a 16-os előterében. Jó összjáték, Curtis ki. De középre, azt hittem, hogy kiszáll jobbra a labda, de középen volt. Gangsta. Gabinho tovább, Gangsta zöli középen. Hagyja inkább Gabinho-nak. Gangsta újra. Ez nem volt szép. A bíró nem látta szabálytalannak, akkor viszont mehet tovább. Jó kidobás jobbra. Curtis belelövi az ellenfélbe. Második megoldása már jobb volt. Curtis cselezget, azt ott nem kéne, mert a középpályán elveszített labdákból kontrázhat az ellenfél. Gabinho, lassan lövőhelyzet, megpróbál becselezni, és sikerül is neki két védő között. Vezet az Atletico Madrid, vezetnek Gangsta Zoliék. Kicsi. Ajaj. Nem nézek. Ajaj. Történt egy kis folyadékvesztés, egy kis dehidratáció. Curtis nem bírja jól. De ez csak egy játék, Curtis, ő is tudja, de Gangsta meg tudja, hogy mit kell kiprovokálni régi barátjából. Egy parádés cselek voltak egyébként, ez nagyon komoly védekezési hiba volt. Gabinho megmutatta, hogy mit tudnak a profik. Carrascoval lőtte a gólt. 1-0 tehát az Atleticónak. Gangsta Zoliék vezetnek, aminek Meggyes Dávid örül igazán. Csak még nem tudja, mert ugye be van zárva az autóba, de majd gondolom, ha kiszabadítják, akkor megmondják neki. Na nézzük az Intert. Szép összjáték. Simon vissza. Ez szép volt Curtis. Gyönyörű volt a becsúszó szerelés Gabinho-tól. Gangsta ki oldalra. Szép volt. Gabinho jól vette át a labdát, és indulhatnak a bal oldalon.
belőbölt labda, az nem volt igazán jó. Ez jó csel volt Curtis-től. Visszanyerte, úgy látom, a lélek jelenlétét, és újra a meccsre tud koncentrálni. Uha, meredek volt, de jó. Ne vitassuk el. Curtis viszont visszaszerezte a labdát, Simon. Curtis a 16-oson belül, begorítás. Hú, mekkorát kellett védeni, és az már jó. Curtis! Kézbe vette a dolgokat, és ilyen az, amikor ők lőnek. Ja. Volt kicsit más a reakció. Fekete játékosunk nagyon nagy. Bakayoko, mi most cseréltünk be, testvérem? Mondtam, hogy meg kell állítani. 1-1. Nagyon kiegyenlített mérkőzés, sokkal kiegyenlítettebb, mint az első negyed döntő volt Csutiék és Kulcsár Edináék között. 1-1 tehát a félidő dereka. Curtis tovább. Ó, és micsoda csel volt ez. Még ez is jó, aztán kirúgás, beleért a védelem. Sárga lap, igen, az ott veszélyes volt előtte, de kirúgás. Ugye, mert szabálytalanság volt, sárga, előnyszabály, úgy viszont kirúgás. Saul kapott sárgát. Óha, a védelem már megint mit hoz össze? Andanovicsnak kellett kivetődnie, azaz Curtisnek. Majdnem megint összehoztak egy gólt. Az utolsó pillanatban sikerült megoldani a problémát. Curtis, lágyan, nagyon jól veszi észre, Simont, aki viszont nagyon rosszul veszi észre, hogy bent, hát oda nem kéne bepasszolni. Nagyon-nagyon kemény játék folyik a középpályán, de hát ezt, ettől a négyestől ezt vártuk. Jó, jó passz, Curtis! Nem volt les, nem jó a begurított labda. Gabinho. Gangsta Zoli. Megpróbálja a lukba betenni területbe, és sikerül is elhozni a labdát Gabinho-nak. Ott a visszagurított Gangsta, és ott a védés, és ott a szerelés is. Marad az 1-1. Hú, ez is nagyon izgalmas volt. Megúszta az Inter. Curtis. Szép becsúszás Gangsta Zolitól, aztán Gabinho-tól is. Külsővel Gangsta. Gabinho. Hú, ez nagyon lecsúszott, nagyon lecsúszott. Még mindig 1-1, 37. perc, szöglet az Atletico javára. Ott a fejes, egy de szép volt ez is. Ezek a fejesek nagyon látványosak ebben a játékban. Simon szerezte meg a labdát. Megpróbálta megint ugyanazt a Zidane-szerű cselt, de most nem sikerült. Fönnakadt Gangsta Zolin Simon, de viszi tovább, mert Lukaku nagy darabból van. Egyébként azt kell mondanom, hogy ugye a csapatok különbözőek, de az erősségük egyformára van állítva, tehát nincs jelentősége annak, hogy ki melyik csapatot választotta, ugyanaz az erőssége a csapatoknak. Nézzük közben Gangsta Zolit, középen megszerezhet ki újra a vezetést, és ez is sikerült kivédeni. Gangsta lőhetett volna egy gólt, csodálatosan ment el, de még mindig egy-egy. Nagyon látványos, nagyon izgalmas mérkőzés, nagyon magas a színvonal. Curtis, remek meglátás, Simon. És kifejelik. Sikerül felszabadítani, ezúttal a másik oldalon volt veszély, de nem sikerült kapura küldeni a labdát, talán majd most. Simon, Simon a 16-oson belül, és gól! Megfordítja az Inter, 2-1. Curtis sokkal jobban van, mint a meccs elején, vezetett az Atletico 1-0-ra, de Curtisék fordítanak. Parádés akció volt, itt van, és gyönyörűen sikerült kilőni a hosszú alsót. 2-1 az Internek. Hát ebben a meccsben még sok van, mert rengeteg helyzetet tudnak kidolgozni a csapatok. Úgyhogy szerintem itt fogunk még gólokat látni. És ez nem volt egy nagyon nagy vállalás a részemről, azt hiszem. Nézzük a hosszabbítást, mindjárt leterik az első játékrész, elszaladt az idő, annyira remek a meccs. Gangsta oldalra, de nem volt még ott Gabinho, és most itt van a félidő, egy igazán fordulatos, látványos, sok szép megmozdulás, technikai elemet bemutató mérkőzésen. 1-0-ás Atletico vezetés után 2-1 arányban az Inter vezet, mielőtt következik a második játékrész. Szerintem nagyon jó kezdtünk. Az én kis játékos társam Gabinho, hát azért látszik rajta, hogy ő nem ma kezdte ezt a szakmát. Tehát a másik fiú nagyon ügyes. Curtis Attic az hisztizik végig, tehát már zöld gombon kész volt. De hát ez biztos voltam benne, azért mondtam, hogy neki kell odaülni. Hát mindenféleképpen jól kezdtünk, ugye vezettünk is 1-0-ra, de aztán hamar gyorsan visszajöttek a meccsbe egy gyors góllal, 1-1,
aztán sikerült még egy találatot szerezni pont a fél idő előtt. Én azt gondolom, hogy tökéletesen az történik a pályán az első félidőben, amit mi szerettünk volna, 2-1. Én kiegyezek azzal is, hogyha ez lesz a végeredmény. Nagyon jól játszottunk Curtis-szel. Gabinyóék egy védelmi hiba után megszerezték a vezetést, ami részben az én hibám is volt. Aztán sikerült megfordítanunk kettőre az állást. Hát az ellenfél csapat az a tűz és víz, tehát a Curtis, Attika, imádom, szeretem, az köpköd, már minden baja van. A másik srác az meg olyan, mint egy ilyen pohár tej, vagy értesz, hogy oda tették, és így ott van. Igazából nagyon jól játszanak, Gabinyon látszik, hogy az átlag feletti játékos, de mégis sikerül kettőre vezettünk. Az ellenfél tökéletes edzőpartner, mindent ki lehet próbálni, meg lehetnek csinálni a cseleket, nagyon gyengék. Hát így azt mondanám, hogy az első fél időben azért eléggé szerencsések voltak, mert például az első gólnál is ott, ha jól emlékszem, akkor pont egy kipattanó labda után tudtak kiegyenlíteni, de hát azért ők is erősek. Curtis nagyon gyengének titulálta az ellenfelet, míg Gabinho azt mondta, hogy hát azért ők is erősek. Hoppá, hoppá, gomboznak. Nagy gomnyomó verseny volt, most villog a lámpa, ők előbb voltak, de... Mi vagyunk a piros? Erről beszéltem, olyan vagy, mint Trucsmo Edi a bronxi meséből. 20%-ban tudja, hogy... Fú, de utálom ezt az egészet. Curtis könnyű kihozni a sodrából. Testvérem, jó. Azaz megint visszaütött a gomnyomás. Meddig van ez így? Ez a 20% ez eddig kettőből kétszer bejött. Te vagy bejött. Most, jobbra. De miért csinálod ezt? Nem tudom, hát nem látom. De ne rúgd el. Merre? Vissza. Jó, most... Most lőd el, szép. Lőd el, botom. Nyomom. Passz. Csak lőd el. Nyomom, ellenőr inkább. El kell rúgnod, testvérem. Nem akkor kommunikálod, mint Csutiék az első meccsen. Mert elrúgtuk föl, nem baj, az jó nekünk, ha fölrúgjuk, csak ne legyen náluk. Na, most rúgd el. Jó. Hát nem. Nem baj, menjen az idő. Igen. Nagyon jó. Nagyon ügyes vetes volt. Fasza. Na most rúgom az égbe föl. Most te kapod, szóval így nyomjad hátrafele. Nem mondtad annyira, amit mondtam. Most passz. Ez így nekem tök. Fej. És most visszafordulhatnak, azzal sikerült kibekkelni. Curtis ügyesen instruált, és tulajdonképpen akkor ezt kell csinálni, hogy az a játékos, aki vakon van, az semmi más ne csinálni, csak rúgja föl a labdát. De azért ez meleg volt, mert Simon időnként Handanovicsal a kapussal volt, de túlélték. Marad a 2-1-es Inter vezetés. És sikerül kifejelni ezt is, ez sokkal veszélyesebb volt, mint az alatt, az egy perc alatt, amíg Simon háttal volt. Maradt tehát az állás, és most már mindenki látja a meccset. Érdekesek ezek az egy percek. Nyilván, hogyha majd sokkal ilyet játszunk, akkor majd kialakul a rutin, hogy kell irányítani a másikat. Angst visszaadta a labdát az ellenfélnek, remekül indulnak meg, Simon a labdával a bal oldalon. Remek lett volna a csel, csak aztán belevezette Gongst a fekvő testébe. Remek passz jobbra, Gabinho. Jó a visszagurítás, Gangsta Zoli, mekkora védés volt! Marad a 2-1 az Internek, ez nagyon szép játék volt. Gangsta megint, Gabinho. Gangsta, óriási passz, és ezt is kihagyja. Hát Zoli, a kezedben van a továbbjutás. És a második üvöltő helyzetet is kihagyta Gangsta Zoli. Közben próbálnak variálni a taktikával a felek. João Félix teszi be középre, Gabinho, talán ő belövi, visszagurítja Gangstának, és ő most már harmadikra belövi. Gabinho zseniálisan rakta vissza, és azért Gangsta se tud mindent kihagyni, elégedetten dől hátra. 2-2! Egy parádés akció volt, szép befejezéssel, és újra nyitott a párharc. Nem, mintha bármi eldőlt volna, de most ráadásul az eredmény is eldöntetlen. 25 perc van még hátra a rendes játékidőből. És tényleg nagyon látványosan, meg nagyon jól játszanak a srácok. Kár, hogy valamelyik párosnak búcsúznia kell majd. Hú, mekkora helyzet volt ez is. Aztán persze lehet, hogy Meggyes Dávid lesz a kárval ott, aki helyett Gangsta játszik. De nézzük a szögletet, még korán sincs vége.
Nagyon kellett az az öklözés. Gabinho fordul le. Átlövi keresztbe, területre. Ott van Gangsta, beviheti a 16-oson belülre, még mindig Gangsta, nem jön utána senki, és ki vitte, nem vitte ki. Gabinho, szép begurítás, Gangsta, és 3-2! Pillanatok alatt két gólt szerez az Atletico, és újra megfordul a mérkőzés állása. 1-0-ra vezetett az Atletico, aztán 2-1-re az Inter Curtis-szel és Simonnal, és most megint Gangstáig vezetnek. 3-2! Parádés, de hol a védelem? Hol a védelem? Védelem nézte az akciót. Csodálatos ballábas lövés. 3-2 az Atletico-nak, Gangsta Zoliéknak, azaz Meggyes Dávid, aki egy autóba bezárva várja a kiszabadulás pillanatát, továbbjutásra áll. Cserék. Nem is keveset cserél az Atletico, de cserél az Inter is. Nyilván kockáztatni kell Curtiséknek, mert rémesen fogy az idő, de vezet az ellenfél. Igen, egy kis pressing, az nem árthat. Itt az egyenlítési lehetőség, elakad a lövés és mellé csorog. Hát nagyon hamar megvolt a lehetőség az egyenlítésre. Inter szöglet. Curtis nem tudja elfejelni. Gangsta Zoli viszont akkorát fejel, mint soha életében. Curtis újra szépen tette le Simonnak, az már lövőhelyzet, a 16-oson belül elakad. Ez viszont jó védekezés, ott jobban védekezik az Atletico, de ez nem egy nagy csoda. Eleve ez egy jól védekező csapat. Hú, milyen kiugratás, Gangsta Zoli begyalogolhat a 16-oson belül, és eldöntheti a meccset, gyenge lövés, Zoli. Ez nem volt se bum a fejbe, se sehova bum. Ez egy majdnem hazadás értékű lövés volt. Gabinho még mindig nem passzolhatott, mert Zoli még lesen legelészett. Gangsta gyönyörűen vette át, újabb lehetőség. Mekkora védés volt. Gabinho, még mindig ott a lehetőség a 16-oson belül. És aztán szöglet. Nem, kirúgás. Az utolsó 10 percben járunk. 3-2-re vezet az Atletico Madrid, Gangsta Zoli és Gabinho. Remek kiugratás, új de szép szerelés volt, nagyon kellett, és itt van a következő lehetőség. Beteszi Curtis, és Simon kihagyja. Helyzet itt, helyzet ott, és változatlanul 3-2. Nézzük a beívelést. Gangsta előre nem tölődik semmivel, hadd menjen, hadd szálljon el onnan a labda, menjen az idő, csak ne az ő kapujuk közelében legyen. Curtis, gyönyörű átadás, Simon. Ide szépen húzta vissza, remek szerelés volt Gabinho-tól, megindulhat az Atletico. Szép összjáték a jobb oldalon, ott tudják tartani a labdát, már az utolsó 5 percen belül járunk. Remek visszagurítás, Gangsta Zoli, na ezt talán csak belövi, ezt is kihagyja. Hát hihetetlen, hogy Gangsta 5-ből egyet lőtt be, mondjuk az nagyon kellett, mert azzal vezetnek. Tehát rúghatott volna akár még 3-4 gólt is. Szép szerelés, Gangsta szerzi vissza. Ott volt egy buktatásszerűség, a bíró nagyon engedékeny. Nem volt les? Mehet az Inter, 89. perc, meg lehet az egyenlítés. Simon viszi be a 16-oson belülre, beteszi középre, és sikerül kivágni a labdát. Ez is kimarad. Gabinho előre, de levágódik a labda. Még egy lehetőség Curtisék előtt. És rossz a bepassz? Nem, hát az ott lesen volt, Curtis lesen volt, meggyőződésem, de nem fújják le a helyzetet, mindenesetre a kapus kivédte, marad a 3-2. Gangsta teszi be, nagyon-nagyon, hát kitámadott az Inter, és ebből baj lett, nincs baj, Curtis szerzi vissza, Curtis húzogat, ne húzogassák, Curtis, hát mindjárt letelik az idő, Curtis úgy húzogat, mint kevesen, és vége a mérkőzésnek. 3-2 arányban győzött az Atletico Madrid, Gangsta Zoli és Gabinho, azaz Meggyes Dávid, miközben a mérkőzésről semmit nem tud, csak azt, hogy van, tovább jutott a legjobb 4 közé. Összességében azért azt hiszem, hogy meg kell dicsérjük mind a két páros, és nagyon kár, hogy Curtisék kiestek, mert nagyon-nagyon jól játszottak. Nagyon jó meccs volt, nagyon sok helyzettel, nagyon sok szép megoldással a játék minden szépségét bemutatták. De 3-2-re ezúttal az Atletico Madrid Gangsta Zoliék nyertek.
nagyon nehéz féken tartani a srácokat, mert azon kívül, hogy elképesztő poén bombákat sütögetnek itt el egymásnak. Az a baj, hogy nem vicc volt, hogy Cagliari. A meccs végeredménye. A vicc az, hogy nem vicc volt. Ne létszős a játékostás. A meccs végeredménye végül is. Ne is törődj vele. Gabinyóék jöttek ki győztesen. Zoli és Gabinyó jött ki győztesen. Curtis pedig egy teljesen új műfajjal próbálkozik. Igen. Titeket kérdeznének, hogy milyen volt belülről, mert úgy nézett ki, hogy... Hát belülről ugyanolyan volt, mint kívülről lehetett, egyértelmű. Végig uraltuk a meccset tulajdonképpen. Azt gondolom, hogy mi egy-kettőnél is halálosan nyugodtan nevetgélve, mert tudtuk, hogy megfordítjuk. Mint amikor Beneferi bácsi mondta Csepel ellen 3-2-nél, nem kell izgulni, megfordítjuk, csak kiderült, hogy vége a meccsnek. De itt nem volt vége a meccsnek, és mi tényleg megfordítottuk. Nagyon sok rengeteg helyzetetek volt a végén, ott Simon, ott mi ment el? Mert ott gyakorlatilag egy az egyben mentetek kétszer-háromszor is kapus ellen. Igen, elhúzta, szerintem Gabinho húzta el a kapust, ahol Curtis lőtte végül is a 90. percben. De hát mindegy, előtt is volt, amit yes, lehetett mindegy? Volna lőni. Nem mindegy! Simon, miért mondja ezt? Simon, én megmondom neked, mi ment el. A továbbjutás. Az biztos, hogy remek kedv volt, és egész jó mérkőzéseket láthattunk. És szóval az is biztos, hogy nem mi leszünk akkor már itt. Köszönjük szépen. Igen, én újra itt leszek, mert sziasztok. Én mindenhol indulok, mindenhol itt. Olyan, mint Torgeles Anyi. Mindenhez értek, sok mindenhez is. Drága Dávidom, az helyzet most tovább juttattalak. Mint tudjuk, a következő mérkőzés már a döntőért megy. Várjuk az ellenfelünket az elődöntőben. És a Dávid nevében üzenem bárkinek, hogyha a Dáviddal kerültök szembe, akkor simán van esélyetek. Trógenőr, a múltkori után most revansot veszek rajtad. Készüljetek fel, de nagyon!